Ha bennem látják a fő ellenségüket, akkor igazuk van. Ezt nyilatkozta Emmanuel Macron francia elnök, Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Matteo Salvini olasz belügyminiszter egyeztetése után. A nemzetközi sajtó szerint a milánói találkozóval létrejött a Macronnal szembeni Európai Szövetség. A napi aktuális vendége Juhász Hajnalka, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának KDNP-s alelnöke. Jó estét kívánok! Ön mekkora jelentőséget tulajdonít ennek a találkozónak? Különösen azért kérdezem, mert azért főleg az ellenzéki sajtóban, legyen az hazai vagy nemzetközi, próbálták eljelentékteleníteni ezt a találkozót, hogy mégiscsak egy belügyminiszterrel találkozott a magyar kormányfő, és nem mondjuk az olasz miniszterelnökkel. Azt gondolom, hogy Matteo Salvini olasz belügyminiszter és miniszterelnök úr találkozója egy olyan új folyamatnak a kezdetét jelentheti, amely elősegíthet minket ahhoz, hogy a 9 hónap múlva bekövetkező európai parlamenti választásokon egy új szellemiségre épülő Európai Uniót lássunk. Ennek a találkozónak számos fontos üzenete van. Az egyik fontos üzenet az, amit miniszterelnök úr hangsúlyozott, hogy Magyarország képes volt a sok kétkedés ellenére a szárazföldön a migrációt megállítani. Sokan gondolták, hogy ennek jogi és fizikai akadálya van. A másik szempont, ami nagyon fontos, hogy valóban Olaszország ilyen szempont egy történelmi missziót kezd, hiszen az első tengerparti ország, aki azt mondta, hogy mindent megtesz azért, hogy a tengeren az illegális migrációt megállítsa. Azt is fontos hangsúlyozni a találkozó során, amit a magyar kormány konzekvensen képviselt, hogy mi nem támogatjuk a migránsoknak a szétosztását, hanem azt gondoljuk, hogy a származási országba haza kell küldeni őket onnan, ahonnan jöttek. Ez az jöttek. A pont egyébként, ahol ellentét van a két ország között. Így van, azt gondolom, ezt nyilván a külföldi sajtó is vizsgálta, de az látható az olasz politikában. Matteo Salviniről tudni kell, hogy ő európai parlamenti képviselő volt, a Ligának a kormánypárti vezetője, és az olasz kormányban az Ötcsillag mozgalom, ami szintén kormánypárti, bár elhatárolta magát belügyminiszter úrnak, Salvini belügyminiszter úrnak a nyilatkozatától, nagyon karizmatikus vezető, és egyre jobban meghatározza az olasz politikát, és azt gondolom, hogy ez a találkozó, ez szimbóluma annak, hogy a V4-hez hogyan közelít az olasz kormány, és hogyan közelít Olaszország ehhez a fajta gondolkodásmódhoz, amelyet Magyarország képvisel az unión belül. Látszik a törésvonal. Nem sokára ugye ráfordulunk az európai parlamenti választásokra. Két nagyon markáns irány van. Az egyik irány, amelyet Emmanuel Macron francia elnök képvisel, ez a bevándorlás párti gondolkodásmód, és amelyet Magyarország képvisel, ez pedig a bevándorlás ellenes gondolkodásmód, és nagyon szeretnénk, hogyha Macron elnök úr nem a néppárt szétrobbantására törekedne, hanem a néppárton egyre jobban megerősödne a bevándorlást ellenzőknek az egyensúlya. Akkor ez kijelenthető, amiről írt a nemzetközi sajtó is, hogy gyakorlatilag ezzel a találkozóval létrejött az Emmanuel Macronnal szembeni Európai Szövetség? A La Stampa olasz napilap is pont ezt elemzi, hogy valóban ezzel a Salvini miniszterelnök úr féle találkozóval létrejött egy olyan Európai Szövetség, ami két szempontból is különleges. Az egyik szempontja az, hogy az Olasz Liga nincs benne a néppártba, és ezért fontos az, hogy ennek ellenére közeledik, a másik pedig a V4-hez való közeledése, ezért mindenképpen jelentős ez a politikai szövetség. Én azt is nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy komoly barátságon alapul, hiszen hangsúlyozta a miniszterelnök úr is, hogy annak idején, amikor az alaptörvényt nemzetközi szinten támadták, akkor Salvini volt az a politikus, aki kiállt mellettünk, és ez, amikor a barátságra rákerül egy komoly pecsét. Amit még Salvini kiemelt, és azért ez azt gondolom, hogy tiszteletre méltó, hogy nagyon példaértékűnek tartja azt, hogy a magyar kormány olyan gazdasági növekedést ért el, amely a költségvetési megszorítások nélkül történtek, és hogy a munkanélküliség is rendkívül alacsony, ezért az Olaszország számára példaértékű. És ez azt is jelentheti, hogy Orbán Viktor Matteo Salvinivel együtt létrehozza ezt a bizonyos ligák ligáját, ugye a bevándorlás ellen szuperligát az Európai Parlamentben? Lehet ennek egy ilyen folyamánya? Azért is kérdezem, mert akkor ugye itt felmerül az a kérdés, hogy mi lesz az Európai Néppárttal. Amit miniszterelnök úr is hangsúlyozott, hogy
Azt előre nem látjuk, hogy milyen szövetségek fognak létrejönni, ezt majd az európai parlamenti választások után fogjuk igazán látni, de ami nagyon markánsan megjelenik az, hogy az illegális migráció kérdéskörébe politikai szövetség jött létre. Ez nagyon fontos. És ami a mai napnak egy ehhez kapcsolódó fontos aktualitása, most zajlik Bécsben az Európai Unió külügyminisztereinek a találkozója, és Szijjártó külügyminiszter úr nemrég nyilatkozta azt, hogy Salvini sikere Európa sikere. Tehát ilyen szempontból ez rendkívül fontos. Egyrészt, másrészt pedig, ha szárazföldön Magyarországnak sikerült megállítani a migrációt, akkor őszintén reménykedjünk abba, hogy ez a tengeren is sikerülni fog. Hát igen, mert ugye ennek a bizonyos tanácskozásnak az egyik fő napirendi pontja a földközi tengeri művelet esetleges meghosszabbítása. Ugye ez decemberben lejár, december végén. A kérdés az, hogy meg kell-e hosszabbítani, és hogyha igen, akkor milyen formában, mert hogy Szijjártó Péter, ahogy lehetett olvasni a híradásokat, arról beszélt, hogy az a gond, hogy ez inkább hívó szó most akár az embercsempészeknek, mint hogy egy visszatartó művelet lenne. Ez a mandátum valóban az Európai Unió földközi tengeri mandátuma, ez decemberben fog lejárni. A külügyminiszter úr nyilatkozata teljesen egyértelmű és világos. Fontos ennek a meghosszabbítása, hiszen a líbiai parti őrség megerősítése, valamint a földközi tengeri embercsempészetnek a megakadályozását tovább kell folytatni, de a legfontosabb üzenet, hogy ez ne azt hordozza, hogy az illegális bevándorlók vonzónak találják Európát, és ne egy menekülési misszióban képzeljék kell az életüket az Európai Unióban. Visszatérve egy kicsit az Európán belüli szövetségesekre, ugye beszélt a V4-ekről, Olaszország, Magyarország, itt van Ausztria, kik lehetnek még Magyarország szövetségesei, akár hogy egy picit, nyilván jóslásokban nem bocsátkozhatunk, de hogyha előre megyünk az időbe, akkor azt tudjuk, hogy Svédországban például választások lesznek hamarosan. Elképzelhető-e, hogy ott is a bevándorlás ellenes erő kerülnek többségbe, és akkor ezzel gyakorlatilag tovább bővül a bevándorlás ellenes országok köre. Abba, hogy ez a V4-es szövetség egy olyan üzenetet küld Európa számára, hogy az illegális bevándorlásnak a támogatása nem lehet Európa jövője, és ezért így Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, most már valószínűsíthetően Olaszország is, reméljük, hogy Svédország is előbb-utóbb felismeri azt, hogy az a fajta bevándorlás politika, amit eddig képviselt, az nem folytatható. Úgyhogy bízunk abban, hogy a szövetségesek számon növekedni. Miért fontos ez? Mit mond erre egy kereszténydemokrata politikus? Én őszintén hiszek abban, hogy most a kereszténydemokráciának az egyik legfontosabb feladata, hogy keresztény kultúránkat, örökségünket, identitásunkat megőrizzük, azt az Európát, amiben én is, és remélhetőleg az utódaim is szeretnének élni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget.